Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatáj Televízió Bonyhádi Napló című magazinunkat látják. Én Vince Réka vagyok. Mutatom, mivel készültünk. Színfolt, Bonyhádi iskolások tárlata. Stéli avatás, történelmi emlékhely a Bonyhádi Perccel kúria. Hősök napja, koszorúzással és számos programmal készültek a szervezők. Stekli Zsuzsa tűzzamenc montázsai díszítik a körforgalmat. Testületülés, több témában is döntött a képviselőtestület. A Bonyhádi Petőfi Sándor evangélikus iskola diákjainak nyílt kiállítása Bonyhádon, a Vörös Marti Mihály művelődési központban. Az általános iskolások és a gimnazisták alkotása is egyaránt megtekinthetőek. A Bonyhádi Petőfi Sándor evangélikus iskola gimnazistáinak munkáiról Bükösdi Gábort kérdeztük. Ez egy nagyon szűk szelete annak, amit egyébként egész esztendőben mi művelünk. Hétfőnként szoktak lenni a foglalkozásaink, ez csak egy ízelítő abból, hogy mit csinálunk. A nagyobb méretű képek azok pályázatról tértek vissza, az EGRI parafrázis festőversenynek az egyébként döntőbe jutott alkotásai ezek részben, papír alapon, akril, illetve akvarell festékkel, vegyes technikával készültek. A kisebb méretű képek az technikai értelemben egy kicsit nagyobb kuriózum talán, mert hogy olajképekről van szó, elgrékó festmény másolatokról van szó, mert hogy a művészeti iskolának az is a része, hogy elzarándokolunk kiállításokra. Ugye 2022 őszén vagy 23-ban volt, már nem emlékszem rá, a Szép Művészeti Múzeumban az elgrékó kiállítás, szerveztünk oda egy túrát, és később a 2023-as érettségi szünet alatt tudtunk festőtábort tartani azoknak a diákoknak a gimnáziumban, azon diákok számára, akik a művészeti iskolának is a tanulói. A gimnazista korú alkotók között vannak olyanok, akik határozott elképzeléssel érkeznek egy szakköri környezetbe, azonban ez nem mindenkire jellemző. A határozott elképzelés alatt azt értem, hogy pontosan tudják, hogy milyen képet szeretnének megcsinálni, és őket valamilyen tekintetben arra az útra kell terelni, hogy mi az a technika, ami a legadekváltabb módon eljutatja őket ahhoz a célhoz. De hogy egyébként azt szokták mondani, hogy a művészet az egy nyelvezet, a nyelvezet a része az tanítható, hiszen az részben technikákból, meg megoldásokból áll, de maga a művészet meg nem. Tehát a kettő közé kell beilleszteni azt, hogy megpróbálni megérteni azt, hogy egy gimnazista mit vár attól, hogy ő beiratkozik egy ilyen rendszeres tanórán túli szakkörre, és hogy az ő vágya úgy valósuljon meg, hogy közben azért képződik technikailag, a látásmód tekintetében olyan fejlődésen megy keresztül, ami utána majd az önkifejezését segíteni fogja. Az általános iskolások idei munkái között mind a 8 évfolyam képviseltette magát. Különböző témakörök köré csoportosultak ezek az alkotások. Alapvetően a szellemi örökségünk, mint a magyar népmese, a magyar hímzés világ, illetve a magyar népszokások felelevenítése volt a fő koncepció, de emellett természetesen az évszakok megjelenítése, mint a tavaszi tájképek, illetve a madár és állatvilág. Tehát ezek voltak a témáink ebben a tanévben. Technikailag teljesen egyedi, ki mit szeret. Én igyekszem a tanulókat megkínálni a grafika és a festészet minél változatosabb lehetőségeivel. Nagyon szeretnek a vízfestékkel festeni a gyerekek. Kedvelik a vegyes technikát, ahol zsékrétával rajzolnak, és utána használnak vízfestéket, illetve hozzá rajzolnak grafikus elemeket filztollakkal. Én, ahogy észrevettem a gyerekek munkái kapcsán, tulajdonképpen az egész képi, az adott felületen való vizuális önkifejezés, hogy ez mennyire tölti ki a rendelkezésre álló felületet,
és azt minél gazdagabban, színesebben, vidámabban, változatosabban tudják megoldani. Az önkifejezés megvalósulása, annak fejlődése és alakulása gyermekenként változó. Természetesen habitustól, hogy ki milyen természetű. Vannak nagyon csendes tanulóink, akik hosszú idő, hónapok után tud csak megnyílni, kinyílni, de azt gondolom, hogy a vizuális megjelenésben sikerül mindannyiuknak egy olyan területet találni, ami őket kellőképpen, méltóképpen tudja szabad gondolatokra és örömre sarkalni. A tavalyi évben választották történelmi emlékhelynek a Bonyhádi Perczel kúriát. Ennek okán most télévt avattak, amely egyértelműen jelzi az épület és a hozzátartozó kert presztízsét és nívóját. S midőn a legtöbb emberek csüggednek várni jót, családjuk, társaik s magukért, ha sorsok csalfa volt. Midőn nem méltatott erény és bűn, mely célt nem ér. Kifárad újra küzdeni a vágyott javakért. Jelenleg 21 nemzeti és 64 történelmi emlékhely van Magyarországon, amelyeket különleges emlékoszlopok, görög szóval sztélék jelölnek. Tavaly óta közülük egyet már Bonyhádon is találhatunk, most ennek tiszteletére avattak sztélét. Úgy gondolom, nagyon nagy lépést tettünk előre a velünk élő közös örökségünk megőrzése érdekében még 2021-ben, amikor Magyarország kormányának támogatásával megújulhatott és felújíthattuk Perczelmór honvédtábornok szülőházát és annak környezetét. Magyarország kormánya az elmúlt évben nemzeti emlékhelyé, történelmi emlékhelyé nyilvánította a Perczel kúriát, a Történelmi Emlékhely és Kegyeleti Bizottság javaslatára, amire mi ma nagyon büszkék vagyunk, és ezt a neves rangot, ezt az elismerést, egy sztéli hivatot jelezni, amelyet az elmúlt percekben avathattunk fel közösen dr. Móczár Gábor főigazgató úrral, a Nemzeti Örökség Intézet főigazgatójával, és nagyon sok bonyhádival, akik ma velünk tartottak ezen az ünnepségen. Büszkévé tesz minket, bízom benne, hogy nem csak engem, hanem valamennyi bonyhádit, aki eljön ide a parkba, ezzel a csodálatos környezetbe, és részesévé válik ennek a történelmi emlékhelynek, hiszen az a célunk, hogy még nagyon sokáig, hosszú-hosszú évtizedeken keresztül várja és fogadja az ide látogatókat, a bonyhádiakat és a messzebbről jövőket egyaránt. Mindösszesen ez idáig 64 ilyen történelmi emlékhely van Magyarországon, ezért is büszkék lehetünk, hogy ebbe a sorba, ebbe a rangos sorba bekerülhetett a Perczel kúria is itt Bonyhádon. Bízom abban is, hogy méltók leszünk ennek a címnek a megőrzésére, vigyázunk rá nagyon sokáig, hogy majd sok-sok évtizeddel később az akkori bonyhádiak is ugyanilyen büszkén állhassanak itt, mint ma itt. Móczár Gábor, a Nemzeti Örökség Intézet főigazgatója elmondta, további terveik is vannak a Perczel kúriával, például, hogy betagozódhat a Nemzeti Emlékpedagógiai Programba. Magyarország kormánya 1999-ben hozta létre a Nemzeti Kegyeleti, majd a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottságot, és az ő működésük eredménye az, hogy 2002-től vannak jogszabályban rögzített módon nemzeti és történelmi emlékhelyeink. 21 nemzeti és 64 történelmi emlékhelyünk van, és a történelmi emlékhelyek egyik legfrissebbike a bonyhádi Perczel kúria, amely Herman Robert történész javaslatára került a bizottság elé, és Zsemin Zsolt általános miniszterelnök helyettes támogatásával Magyarország kormánya tavaly nyilvánította történelmi emlékhelyé, és ezt az évet, a 48-49-es szabadságharc 175. évfordulóját mi is kiemelt figyelemmel ennek az időszaknak az emlékezetére fordítjuk, és egy hosszú rendezvény sorozatunknak az egyik lezáró állomása most jelenleg a Perczel kúria kertjében található emlékhelyet jelölő emlékoszlop, görög szóval sztélé felavatása, amely egy gyönyörű bronztáblán angol és magyar nyelven elmondja az ide látogatóknak, hogy tulajdonképpen erről a helyről mit fontos tudni. És hát innentől kezdve a bonyhádi Perczel kúria kiváló lehetőségekkel bír majd, hogy bekapcsolódjon például a Nemzeti Emlékezet Pedagógiai Programba, amely szeptembertől indul, és amelynek az a célja, hogy ezeket a történelmi helyszíneket intézményes módon összekapcsolja a közneveléssel és a szakképzéssel, és minden 12 és 18 év közötti középiskolás valahol az országban
korábban a 85 emlékhely közül körülbelül 50 helyszínen, ahol megfelelő látogatófogadó kapacitás van, aktívan meg is tudja élni a történelmet, kicsit kiszakadva az iskolából. Úgyhogy bízunk benne, hogy a Bonyhádi Percel Kúria, látva az első időszak nagy lendületét, mert hogy ott voltak és bemutatkoztak az EGRI emlékhely konferenciánkon márciusban, hasonló aktivitással vesznek majd részt ezekben a programokban a következő években. Dr. Farkas István Gergő, a Völgységi Múzeum igazgatója beszédében a város emlékhelyekben gazdag mi voltát emelte ki, majd szintén büszkeségének adott hangot. Percel Kúria tavaly a Magyarország kormányának döntése nyomán a történelmi emlékhelyek sorába került, összesen 73 ilyen emlékhely van Magyarországon, tehát ez egy elég nagy szám, hogy az egyik Bonyhádon van, és minden ilyen történelmi emlékhelyen az ezeket gondozó Nemzeti Örökség Intézet és sztélét állít, ami röviden az ide látogatóknak bemutatja, hogy miért fontos, miért kiemelt a magyarság szempontjából ez az épület, és ma ennek a sztélének az avatására gyűltünk itt össze. Ez az épület amellett, hogy 1780-ban épült és ritka jó állapotban megmaradt, és nemrég fel is lett újítva, Percel Mór honvédtábornoknak a szülőháza volt. És ebből a korszakból ilyen jó állapotban nagyon kevés épület maradt fent, ezért örömteli, hogy most itt állhatunk ennek a szépen felújított épületnek az egyébként szépen felújított udvarán. A felújított Percel Kúria az elkövetkezendő évtizedek alatt bizonyosan teljes pompájában várhatja majd az érdeklődőket. A Bonyhádi Vásártéren rendezték meg a lánglovagok és hagyományőrzők nemzetközi találkozóját. Az eseményen a világháborús hősökről is megemlékeztek. A múltból tudunk építkezni, akkor lesz fényes jövőnk, ha ismerjük múltunkat, az abból megtapasztaltakat felhasználjuk a mindennapjainkban, és beépítjük majd a jövőnkbe. Bonyhádon szombat délelőtt megnyitóval vette kezdetét a lánglovagok találkozója, amelyet idén 12. alkalommal rendeztek meg. A világháborús hősökről koszorúzással emlékeztek meg. Szabó Tibor alpolgármester elmondta, az elmúlt hetekben újították fel az első világháborús emlékművet, amelyet a szennyeződésektől, moháktól megtisztítottak, valamint impregnálást is kapott. Az önkormányzat is támogatja a hagyományőrző, illetve tűzoltó egyesületeket. Valóban a tűzoltó egyesületeknek, illetve a katonai hagyományőrzőknek a találkozójáról van szó. A Bonyhádváros önkormányzata a önkéntes tűzoltó egyesületet az idén 6 millió forinttal támogatta. Azt a tűzoltó egyesületet, azt az önkéntes tűzoltó egyesületet, aki az idén éppen 150 éves, és nem oly rég köszöntöttük őket a megyei tűzoltó nap alkalmával. Györfi Attila társszervező fontosnak tartja, hogy a fiatalok megismerjék a tűzoltók, valamint a rendvédelmi szervek alázatos munkáját. A rendezvénynek a struktúrája és menete az nem tért el a elmúlt 12 év hagyományai alapján. Nagyon fontos számunkra, hogy bemutassuk a hagyományőrzés keretein belül a fiataloknak a nemzetidentitás tudatát, illetve azt, hogy a rendvédelmi szerveknek a munkáját ők milyen úton módon tudják segíteni, esetleg a későbbiek folyamán milyen úton módon tudnak csatlakozni hozzá. Reggel 9 órakor kezdődött az ünnepélyes megnyitóval, amelyen részt vettek a Tolna megyei rendvédelmi szerveknek a vezetői, illetve a hagyományőrzők. 9 órai megnyitás után 9:30-kor a város területén fölvonultak az önkéntes tűzoltó egyesületek berkein belül a gépjárművek, illetve a hagyományőrző járművek a város területén. 10 órakor megkoszoroztuk az első és második világháborús emlékművet, ugyanis nagyon fontos számunkra az, hogy ne csak mulassunk és szorakozzunk, hanem az őseink emlékeit méltóképpen meg tudjuk ünnepelni. Utána mentek a statikai bemutatók a tábor területén, aminek ráadásul két program eleme is volt, a rendvédelmi szerveknek a bemutatói, itt gondolok a technikai sátrakra, amivel a rendőrség, a BV intézet, illetve a katasztrófavédelem jelen volt, és gondolok a másik, a tematikus tábor részekre, ahol a katonai hagyományozók mutatták be a 19. századtól napjainkig, hogy milyen is volt a katonai élet. Ezek mellé párosultak ugye a járműveik és a technikai eszközbemutatói. Ami nagyon fontos, hogy nekünk
az elhunytak a emlékének az őrzése. Sajnos egy évről évre egyre több olyan van, akinek személyesen ismerjük az életútját, és sajnos már nem lehet közöttünk, és minden évben ültetünk életfát, idén is ültettünk. Ilyen gyereknap is van, a gyerek ahhoz, a rendezvény az egész három nap, amíg tart a fesztivál ideje, ingyenes, de a gyerekeknek külön programokkal készülünk. Ebben a segítségünkre van az Angyal Hívó Egyesület, akik palacsinta sütéssel, futóversennyel, gyereksaroknak a kialakításával segítik a mi munkánkat, illetve a hagyományőrzők és a tűzoltó egyesületek azzal, hogy a tűzoltó szereknek a bemutatását a gyerekek kipróbálhatják, hogy milyen lenni kis tűzoltónak, kipróbálhatják, hogy milyen lenni kis katonának. A gyerekeknek habpartival készültek, az estet pedig koncertek zárták. Vasárnap a veterán járműveket csodálhatták meg azok, akik ellátogattak a vásártérre. Díszessé vált a Bonyhádi-Zrínyi utcai körforgalom, hiszen mostantól Stekli Zsuzsa tűzománc montázsai díszítik azt. A színes virágokkal körülölelt márványtömbökbe helyezett tokollázsok a település nevezetes épületeit ábrázolják. A Bonyhádi templomról, a Székelykapuról és a Városházáról is mintázott tűzzománc képek teszik pünköst hétfőtől szebbé a Bonyhádi-Zrínyi körforgalmat. Ez azért is fontos történés a város életében, mert ezáltal újabb szimbólum vált a település részévé. Pünköst hétfő reggele van, hagyományosan a felvidékiek találkozóját ünnepeljük ilyenkor, imáron 26. alkalommal. Az idei évben kiegészült a program egy korai programkezdéssel, még a Szentmise előtt. Itt vagyunk a körforgalomnál, ahol gránit tömböket helyeztünk el a virágok közé, és ezt a négy gránit tömböt Stekli Zsuzsa tűzománc festőművésznek a képei díszítik, ezt fogjuk most leleplezni. Minden település igyekszik a körforgalmát egyedivé tenni a saját településére, városára legjellemzővé. Remélem, hogy ezek az alkotások Bonyhádra legalább olyan jellemzőek, mint egyéb más városoknak a sajátjaik, és ugye bonyhádiak is majd a sajátjuknak érzik. A felújítást, illetve ezt az egész beruházást egy Hungarikum pályázaton nyertük, és abból a forrásból valósítottuk meg. Stekli Zsuzsa több mint fél éve dolgozott a most kiállított alkotásokon, reméli, hogy mindenki tetszését elnyerik majd. Az pedig, hogy immáron a város második pontján maradnak fent a kezenyomát viselő művek, hatalmas elismerésként éri meg. 12 darab kép készült Bonyhád város motivumairól. Az elmúlt több mint fél év, hát a múlt szeptembertől egészen január végéig ezeken dolgoztam. Városunk nevezetes épületeiből hoztam össze egy talán szerencsés montást. Hát ez számomra fantasztikus érzés, mert hogy ez itt marad, mint a nyomorúság örökre, és nagyon-nagyon boldog vagyok, hogy ez itt lehet, bonyhádiként. Én őslakos bonyhádi vagyok, és mint ilyen lokálpatrióta, és nagyon szeretem, hogy ott van a Perccel dombon a Kálvária képeim is, az is nagyon jó, már ott van 96 óta. És most meg egy következő, hát ez valami fantasztikus érzés, úgyhogy köszönöm a városnak, meg teljesen el vagyok ájulva. Már amikor jelöltek tavaly előtt, ma maga a jelölés ténye is már egyszerűen boldoggá tett. De az, hogy az orvossal és világbajnokkal szemben vagy mellett, egyszerűen nem is hiszem el, mivel a mai napig is, hogy ezt én kaptam meg, és nagyon köszönöm mindenkinek, aki rám szavazott. Az ománc műves tehát az év embere lett, aminek jogosságát a mostani kollázsok egyértelműen csak megerősíthetik. Képviselő testületi ülést tartottak Bonyhádon, amin a legfontosabb témák között szerepelt a Malomovoda felújítása és az itt keletkezett helyhiány megoldása. A május végi ülésen olyan fontos témák kerültek elő, mint a Mikes utcai parkolóhelyek létesítése, amelynek kivitelezése a közeljövőben megkezdődik, a lámpatestek cseréje, vagy a tavalyi 2023-as évi költségvetésről készült beszámoló. A legfontosabb mégis az óvodai férőhelyeket illető kérdés volt. Nagyon jó hír, hogy Bonyhádon minden kisgyerek felvételt tudott nyerni, tehát az intézményben mindenkit felvettünk. Egyetlen kivétel csak azért van, egy darab elutasító határozatot azért voltunk kénytelenek meghozni, mert egy adott kisgyerek korai fejlesztésben részesül, és ilyenkor nem létesíthető jogviszony vele. Mint elmondta, Bonyhádon ugyanannyi óvodai csoport indul szeptemberben, mint egy évvel korábban. A különbséget a vidéki tagintézményekben kell keresni, egészen pontosan Váralján, ahol túljelentkezés történt, ezért pedig egyel több csoportot kell indítaniuk. A Malomóvoda felújítása körül még akadnak kérdőjelek, de a vezető bízakodó. Az idei évet meg fogja határozni, mármint a 2024-es évet, az a Malomovodának a felújítása.
ezzel kapcsolatban további tájékoztatás várható egészen biztosan, hiszen ma még nem tudjuk a közbeszerzésnek az eredményeit, és azt sem, hogy a munkaterület átadására mikor kerül sor, egészen biztosan összehívunk szülői értekezletet a szülők konkrét tájékoztatására. Mint közölte, a Pittypang, a Liget és a Napsugár óvoda épületében is képesek lehetnek elhelyezni azokat a gyermekeket, akiknek erre szükségük lesz. Önök a Tolnatáj Televízió Bonyhádi Napló című magazinját látták. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!